kiemelnem a közelmúltban történt két fiatal rendőr és Németh Tamás ezredes úr közlekedési tragédiáját. Okoljunk belőle, vigyázzunk magunkra és óvjuk meg társainkat a szolgálatban és azon kívül is. A rendőri munka mindig is az érdeklődés középpontjában állt. Működésének, létének megítélése mindenkor a napirenden szerepel. Büszkén mondhatjuk, hogy ma a Veszprém megyében élők, az itt ülők munkájának eredményeképpen nyugodt és szélsőségektől mentes közbiztonság mellett életik minden napjaikat. Ezért 99-ben, amikor a keresztes hadak Jeruzsálemet próbálták visszaszerezni a muzulmánoktól, akkor fehér köpenyben, vörös keresztel a kezében harcolt a keresztény seregeknek az élén. Egyébként 313 előtt szenvedett vétlenságot és a mai Törökországban született.